Jó estét! Bemutatok egy eladó, nagyon különleges Mercedes S580-ast, ami Maybach. Az autó Magyarországon újonnan lett vásárolva. Azt egy forgalmiból úgy tudjuk megállapítani, hogy van a B betű, ő az első forgalomba helyezés, ez országtól függetlenül, és van az I betű, ő pedig az első magyarországi forgalomba helyezés. Hogyha a kettő megegyezik, akkor Magyarországon olyanan vásárolták. Itt az alapszáma és a rendszáma, ez alapján leinformálható, hiszen végig Mercedesnél volt szervizeltetve, sőt, jár hozzá 4 év vagy 120 ezer kilométer garancia és ingyen szerviz. Itt a alvás szám szerinti pontos extra listája. Már csak öt oldal. Nagyon ritka szín. És itt vannak az elvégzett Mercedesnél elvégzett szervizek. Mutatom részletesebben. És ez volt a legutolsó, és
majd a következő ekkora várható. És itt pedig az autó. Hát akkor rögtön a színével lehet látni ezt a sok-sok millió gyöngyháznetál szemcsét. Van benne mindenféle szín. De az alapszín az ilyen barnás. Ugye a hozzáillő kerekek. 21-es kerekek. Ugye a legjobb lámpa van benne. Ugye a B-oszlopoknál ezek a magas fényű díszítőelemek. Van neki logó világítása. Eszméletlen nagy a hátsó ajtó, de majd mindjárt mutatom, másik oldalról jobban lehet látni. Ugye itt lehet látni rögtön a hangszórót, vagy világít, ugye ez a mindig a legmagasabb hifit jelenti. A motorház tetőn van egy jó nagy domborulat. Nem tudom, hogy tudom megmutatni. Nagyon szép, amikor vezetem az autót, akkor ez nagyon szépen kirajzolódik, ez a gerinc. Ugye teljesen máshogy van legyártva itt a hátsó ajtó rész. Hogyha megnézzük, ugye hát iszonyat nagy az ajtó, iszonyat. Hogyha megnézzük egy akármilyen másik S-osztályú Mercedesnél, ugye ez itt jön, és ez itt becsatlakozik az ajtóba. Mindjárt mutatom. Ugye ez például a fejvédelem miatt, hogyha valaki bennül hátul, akkor jobban van védve. Mert itt az ajtó, hogyha pedig így kinyitva nézzük, akkor az ajtó az így nyílik ki ezzel a kis hátsó ablakkal együtt. És ugye itt csak az ajtónak ez a része védené a hátulülőt, de így, hogy a karosszériát megváltoztatták, így több védelmet kap. Na majd ide mindjárt visszajövök. Hát természetesen ott az illat. Hát kezdem a szőnyegekkel. Amikor a szőnyegét kiveszem, már a súlya és a vastagsága az már mindent. Ott az már egy jel. Ugye itt is benn vannak a logók. Ez egy nagyon részletes, ugye hiába Maybach, az nem azt jelenti, hogy ennyire részletes az összes. Ezeket annyira aprólékosan, a félig fakormány. Két nagyon jó érzet van, egy a tapintása, és az a kormánynak a varrása ott. Ez teljesen más varrása van, hogy mutatom úgy ott. Teljesen más varrása van, lehet is látni, hogy sokkal robosztusabb. Hogy azt ott lehet tapogatni. Nagyon jó érzés. Az, és amikor innen bentről nézzük, ugye ezt a motorászatban azt a
gerincet, az szó szerint kiemelkedő. Hát, mindjárt mutatom a másik érdekességét. Ott nem azért van díszvarrás, mert alkantara tetőkárpit, hanem ez az felett van bőven, ugye díszvarrásos a kapaszkodó is, és az egész tető. Hát igen, itt jön ki a MyBuck, hogy ezt is külön, ott hátul is lehet látni a díszvarrásokat. Négy van, így ott a legszélén, ami így hátrafele megy. Egy, kettő, három, négy. És ez a rész, ez, ő pedig alkantara. És ilyen szép a díszvarrása. Ugye itt világít a hifi. És ez a bőr, ugye, innentől indul. Nagyon-nagyon szép. És ez nem egy színű fa, hanem hogyha megnézzük, akkor van mentőféle árnyalat. Ugye itt a csúcsifi. Itt is ugyanígy itt a fabetét, itt lent pedig a lakfekete, a zongora lakfekete. Ugye most csak ez az alsó rész világít, de sőt, mindjárt leteszem a gyújtást. Szépen világítson. Mert ugye ezt kétféleképpen, többféleképpen lehetett rendelni. Vannak olyan első osztályok, aminek itt a felső része nem is világít. Ugye itt is a nagy hifinek a plusz hangszorója, világító küszöbök. Természetesen ajtószervós. Mindenhol kiírja MyBuckot. Ugye itt ezt lehet fektetni, vagy ez a félfekvő pozíció. Ugye teljesen más a hátsó ajtónak a panelje, és még itt is kijön, kicsavaródik a hangszóró. Ugye a Merciknél csak elő szokott lenni ez a kicsavarodás. Iszonyat nagy. És ennek van is egy ilyen kattanása, hogy itt, amikor kiszállunk, akkor az ott megálljon az ajtó. Ugye nehéz is, nagy is, és itt van neki egy ilyen plusz határolója. Világít a hátsó, vagy az üléseknek a háttámlája, és természetesen ez ugyanolyan fából van, mint elől. Itt a kis tabletet ki lehet venni a helyéről. Itt is van egy kis szép felirat. És hogyha lehajtjuk ezt a kis részt, akkor ott van még. Ott a fenn a pohártartó, benn meg a pezsgőnek a helye. Szépen visszacsukjuk. Ugye rolós. És hogyha megnyomom ezt a kis gombot, amit az előbb megnyomtam, akkor ott előjön a hátsó klímája.
Ez is elektromos. Ezzel a kis gombbal tudjuk. És milyen finom hangja van. Ugye hűthető, fűthető. Itt is a vastag szőnyegezés van. Ugye a fogantyú az azért van rajta, hogy mobilizálható legyen. Fólia még ott van fenn. Ezen az oldalon is van plusz láptámasz. Ugye az összes ülés hűthető, fűthető, memorizálható. Ugyebben a nagyobbik head-up display van. A kisebbik head-up display-t azt úgy lehet képekről felismerni, hogy ez a óriási nagy mélyedés, ennek az egyharmada kávé, de minimum a fele a kis head-upnak a ott az a kis mélyedése. És ha megnézzük ott is a bőrnek az illesztését, gyönyörű. Iszonyat szép. Na hát akkor kezdem itt ezzel. Ugye itt van benne egy plusz funkció, az a feliratos. Ugye ez megegyezik végig az S osztállyal. Ugye ez a 3D-s. Ha valakit érdekel a fogyasztás, akkor az elmúlt 14 ezer kilométernek 14,2. Én most jöttem vele 41 kilométert. 8 egész pár volt, de mi egy hetet én lakunk, és amit ide feljöttem, meg már parkolgattam, így kúszik felfele. De az lesz a mérvadó az első. Plusz-minusz 1-2. Így szokott ezeknél lenni. Ugye az egész menü rendszerét nagyon egyszerűen tudjuk konfigurálni.
Hát ennek most kell idő. Még egy kameraállásból. Ugye, hogyha elindulunk, akkor a kép elmegy, de a hang az megmarad. El is nyomjuk innen, hogy ne beszéljen a háttérbe. Jöjjön egy kis jó dankó, amit megszüntetünk. Amúgy így, hogyha kikapcsolom a zenét, hogyha teljesen lehalkítom, mindjárt mutatom, hogy milyen. Ugye így csavarodik ki. Most bekapcsoltam a rádiót. Így bekapcsolódik, így pedig ki. És ugyanígy a hátsó is. Most bekapcsolom. És természetesen ez egy nagyon-nagyon jó, nagyszerű találmány, hogy itt a kezem, és amikor vezetek este, és átnyúlok, akkor van benne egy mozgásérzékelő, nem kell nyomkodnom nekem a világítás, hanem hogyha keresek valamit, vagy onnan el szeretnék venni az ülésről, akkor fogok és átnyúlok, és ahogy átnyúlok, felkapcsolódik a világítás, majd elhúzom a kezemet, kikapcsolódik. Természetesen ülésmasszírozás. Ez egy nagyon megerősítő figyelmeztetések, ezek nagyon jók, amikor például megyek, és a holtér figyelő az nem villog standardként ugye a visszapillantónak a szélén, hanem amikor indexelek balra, és valaki jön hátulról, akkor ez a csík itt végig elkezd pirosan villogni. Ding, ding, ding. Ezt csinálja, hogyha jobb oldalon van valami veszélyezet, akkor jobb oldalon villog. Igazából innen középről elkezd kifutni, hogy tün-tün. Nagyon jó, nagyon hangulatos, és nagyon... Amikor közlekedek, és nem akarok sávot váltani, de megközelítem a sávváltást, már akkor is ez egy nagyon jó figyelmeztető jelzés. Ugye, hogyha visszapillantom, világít ez a kis 2 centiszer 2 centis háromszög, az nagyon messze van ettől a jelzéstől. Ezeket lehet konfigurálni.
Gyönyörű. Hát akkor így röviden ennyi. Akármilyen kérdésük van, hívjanak nyugodtan, igyekszünk segíteni. Viszlát!